Mint arról már korábban beszámoltunk, gőzerővel folyik a Kossuth-Lajos utca rekonstrukciója. Az út a Magyar Közút fenntartásában van, ennek megfelelően az építkezés részét képezi majd a parkolók szakszerű kialakítása is. Ez azonban azt jelenti, hogy mostantól, mármint a beruházás elkészülte után, már csak szabványparkolók lesznek, és ez jelentősen korlátozza majd a parkolóhelyek számát. Ettől függetlenül nyilván meg lehet állni a továbbiakban is az utcában, és meg lehet állni az iskola előtt, bankok előtt. Én azt kérem a Kossuth-Lajos utcában parkolóktól, hogy ugyanúgy, mint ahogy például a Hámori étterem kialakított egy belső parkolót, hogy igyekezzenek ezt telken belül megoldani, illetve az, aki nyilván nem tudja, mert aki a gyerekét reggel iskolába viszi, az nem tud bemenni egy belső parkolóba, azoktól azt kérem, hogy minél rövidebb időt töltsenek parkolással, illetve lehetőség szerint más parkolókat használjanak a városba. A Kossuth utca néhány száz méteres körzetében több szupermarket is üzemel, megfelelő méretű parkolókkal ellátva. Ezek igénybevétele levezetheti a gépkocsi forgalmat. Én azt gondolom, hogy nem ördögtől való az, hogy 200-300 métert sétálunk reggelente vagy délutánonta. Tudomásul kell venni, hogy akkor, amikor ez az úthálózat, meg ez a város kialakult és megépült ezekkel az utcákkal, ezekkel az épületekkel, akkor sokkal kevesebb autó volt. Sokkal kevesebb autót használtunk. Jó, ha volt családonként egy autó, de sokszor még egy sem volt. Most az a gyakorlat, hogy családok kettő autót használnak, egyet használ az anyuka, egyet az apuka. Erre a helyzetre nincs megfelelő megoldás, még egy Tolnánál nagyobb városban sem. Az egészen biztos, mondja persze a felegnes polgármester, hogy nem fog még adást építeni Tolna. Ugyanakkor az épített környezet védelme fontos, tette hozzá. Ahhoz, hogy ezt az utcát meg tudjuk védeni, és itt most nem csak az út burkolatára gondolok, hanem arra a történelmi városrészre gyakorlatilag, ami a laktanyától, vagy a volt laktanyától egészen levezet a Dunához. És ez alatt a Bajcsy-Zrinszky utca, illetve az Árpád utca is folyamatában a Kossuth-Lajos utcát értem ez alatt. Itt olyan történelmi városrésze ez a településnek, amit meg kell óvnunk, és ahhoz, hogy ezt akár az épületeket is még kedvük legyen az ott élőknek felújítani, én azt gondolom, hogy nekünk tudomásul kell vennünk azt, hogy ott is emberek élnek, tehát én se szeretném, és valószínűleg sokan nem szeretnénk, hogyha házunk előtt parkolnának folyamatosan az autók. Legyünk belátással, egy településen élünk, én értem, hogy a mai világ felgyorsult, és a mai világ megváltozott, és szeretnénk rögtön a bolt bejáratánál kiszállni az autónkból, de erre nincs lehetőség, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a közeli és távoli jövőben sem lesz lehetőség. Arról, hogy valamilyen forgalmi változás legyen a belső területeken, gondolkozik a városvezetés. Több alternatíva van e pillanatban az asztalon a parkolási gondok megoldására, ám ezek ma még kidolgozásra várnak. Vannak ötleteink, hogy hol tudnánk esetleg újabb parkolókat kialakítani. Az 51-12-es út, ami Tolnán átvezet gyakorlatilag a Vöröskereszt irányából egészen Fad felé, tehát az egész Alkotmány utca, Deák Ferenc utca, Arany János utcát magába foglalja, ez néhány éven belül felújításra kerül. Mi folyamatosan egyeztetünk a közúttal a tekintetben, hogy ahol két sáv van egy irányban, ott lehetőség szerint az egyik ken szűnjön meg a forgalom, és ott parkolókat tudjunk kialakítani. Illetve vannak más ötleteink is, például a Kossuth-Lajos utcához közel lévő Fáy téren is tudunk néhány parkolót kialakítani, de még egyszer szeretném kérni a tolnaiakat, hogy lehetőség szerint akár kerékpárral, akár gyalogosan, akár pedig egy icipicit távolabb lévő parkolóba helyezzék el az autóikat, és úgy közelítsék meg a Kossuth-Lajos utcát. Szerencsére Tolna méretéből adódóan könnyen elérhető bármely pontja. Fontosabb a település értékeinek védelme és a biztonságos közlekedés annál, hogy mindenhol meg lehessen állni a belső területeken.